Sali Noémivel 2022 őszén találkozhattunk a Laffert Kúriában. A művelődés történet jelentős és ismert képviselője a Nemzeti Kávéház program sorozat első állomásaként a kávéházak történetéről tartott felejthetetlen és magával ragadó előadást. Februárban ismét városunk vendégeként köszönhettük, Kincsek a Kredenc fiókból címmel egy újabb előadásán vehettünk részt, ezúttal régi szakácskönyvek rejtelmeiről mesélt, a több könyv szerzőjeként, szerkesztőjeként is számon tartott irodalom és Budapest történész. Interjúnkban két kötetét emeljük ki, amelyek az 1800-as évek közepén íródott receptgyűjtemények feldolgozása. A kutató munka során kiderült, nem csak főzést és ételeket jelenthet, egy-egy évtizedeken át gyűjtött és írt receptes könyv. A szakácskönyvet történeti forrásként kezelni az jó játék. Mindenkinek a Kredenc fiókjába, vagy remélem, hogy mindenkinek a Kredenc fiókjába lapulnak ilyen dédmamától, nagymamától származó szamárfüles, zsírpecsétes, össze-vissza konyházott számozatlan lapok. Az ember csak így fejből próbálja kikotorni, hogy körülbelül hol lehet az a bizonyos almás pite abban a szakácskönyvben. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ezeket tessék szíves lenni otthon, aranytálcán, ezüstbe foglalva, üvegkalickába menteni meg az utókornak, mert lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ez nem olyan nagyon régi és nem olyan nagyon érdekes, de egyszer csak nagyon hamarosan az lesz. És egy-egy ilyen családi szakácskönyv magáról, a családról is rengeteget elmond, aki írta, arról is rengeteget elmond. És az első ilyen, ami 600 tojás egy se görbe címmel jelent meg. Ez teljesen véletlenül került elém. A Facebookon valaki odatolta, hogy itt egy kéziratos szakácskönyv, és akkor az derült ki belőle, hogy ezt 1854-ben mondjuk egy anya a lányának írja a Dunántúlon, és a szöveg alapján azt kellett látnom, hogy ez nem fordítás, és nem nyomtatott szakácskönyvből kimásolt receptek gyűjteménye, hanem valahogy anya ezeket itt megfogalmazta, vagy valakik valamikor megfogalmazták, és a lányának a férjhez menetele alkalmára nyilván ezt akkor ő így tovább akarta hagyományozni. És bár itt a családról nagyon keveset lehetett tudni, mégis nagyon érdekes volt, hogy milyen az a 19. század első feléből való dunántúli magyar konyha, amit anya itt átad. Ugye egy szakácskönyvben nem mindig azok az ételek vannak, vagy többnyire nem, amiket a család állandóan eszik, hanem inkább olyanok, amiket ritkábban készítenek, vagy nem készítenek, de szeretnék. És hát érdekes figyelni azt is, hogy ugye egy szakácskönyv az soha nem pont annak az időszaknak a konyháját tükrözi, amikor megírják, hanem az előző nemzedéket. Mert hogy nagyanyák és anyák receptjei is szerepelnek benne, tehát a konyha nagyon lassan változik, egyébként az egy nagyon lassú folyamat, míg az átalakul. Tehát itt egy kicsit tetten érhető az, hogy a magyar konyha akkor hogy néz ki, és hogyan fog átalakulni már a 20. századra, vagy a 19. század végére, amikor elönti a paprikás zsír, ami ebben a könyvben még egyáltalában nem tocsog. És akkor ez egy nagyon szerethető és nagyon érdekes munka volt, és a könyv is szerintem meg a tanulmány jól sikerült. És akkor vérszemet kaptam, hogyha van egy ilyen anya, mi van, ha ez kordivat? Mi van, ha más anyák is írnak ilyet? És az én saját múzeumomban, ahol még akkor dolgoztam, ugye még aktív koromban, hát szedem elő a savmentes dobozokat ott a kézirattárba, hát uram, fia, esik a fejemre egy szakasztott, ugyanolyan külsejű, ugyanilyen füzet, azt mondja László Nináé, és bele van ragasztva egy cédula, ahol kiderül, hogy a két kulcstelepülés, amihez kötődik a család, az Csíksomlyó és Vajdahunyad, és hogy hát ez is pont ugyanaz a kor. Hát az látszott az írásom, meg az egész minden ugyanakkor van. Hát mondom, egy László család, hát most mit tudok én ezeket, Vajdahunyadon Lászlóék. Elmondom a Google-nak azért, hogy mégiscsak na kis szolgám, akkor itt Lászlóék, Vajdahunyad. Azt mondja erre kis szolgám a Google, hogy te édes gazdám, itt most akkor fejvesztve meneküljünk, mert itt jön Bemapó Petőfivel súlyosbítva, és anyádnál ebédel. És akkor hát két olyan elképesztő női sors, akiken mint egy úthenger megy át a történelem, a szabadságharc, meg a minden az égvilágán.
hogy ott tényleg az embernek a bőketnékje azért sűrűn előjött. Úgyhogy ez a két történeti szakácskönyv, amiről ma este én beszélni fogok, és van két másik, amelyek viszont a Bakonybéli Bencések szakácskönyvei. A Bakonybéli Bencésekhez én úgy kerültem, hogy egy pár évvel ezelőtt csináltam a múzeumban egy kiállítást, az volt a címe, hogy Szerzetesek asztalánál, egyházi gasztró. Mert erről Magyarországon, a nyugat-európai országokhoz képest írtó kevés szó esik. És akkor én meg azt gondoltam, hogy de ez nagyon érdekes, és a kiállítás tényleg szép is volt, jó is volt, nagyon népszerű is volt, bejártam vele egész Erdélyt, meg fél Magyarországot, szóval nagyon élveztem, és a kutatás közben mentem a mostani rendházakba, hogy mit csinálnak, mert itt csinálnak, likőrt, amott csinálnak, lekvárt a harmadiknál, borokat, szóval, hogy így hát az éjesztők 1500 éve gyakorolják, volt idejük megtanulni, hogy mit, hogy kell, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És akkor Bakonybélben kiderült, hogy ott van egy volt diákom, aki francia szakon végzett Szegeden az egyetemen, és én őt tanítottam, és borzasztóan megörültem neki, meg hát ő is örült nekem, aranyos volt. És akkor vele kezdtünk arról beszélgetni, hogy a mostani főzés a rendházakban, hogy ez sehogy sincsen dokumentálva, ezzel senki se foglalkozik, pedig benne van az az 1500 éves tudás abba is, ahogy ők ma főznek. És akkor ennek az lett a vége, hogy Borikával, aki a rendháznak a mostani szakácsnője, meg János testvérrel, aki vendégpáterként, meg amúgy is szeret és nagyon jól tud főzni, hát összedugtuk a fejünket, és akkor elkészült két kötet, amiből karácsonyra megjelent Bakonybél szín címmel az ünnepi ételeknek a válogatása, és a böjti időszakra Bakonybéles címmel a böjtös ételeknek a gyűjteménye. Bizonyára nagyon sok hasonlóság és különbség is van a mai konyha, mai ételek, mai főzés kapcsán. Mi az, amit kiemelhetünk? Az egyik legfontosabb különbség az, hogy a régi ember normális volt a tekintetben, hogy mindig azt tette, ami volt. Hát ez egyébként adódott a helyzetből, mert sokkal kevésbé volt még ipari, nem mondjam, ipari szemét kaja. Sokkal többeknek volt otthon valami fajta kertjük, piacról vásároltak. És hát az, amit most ugye ezek az ilyen kajaguruk emlegetnek, ilyen nagyon trendi, hogy a szezonalitás mennyire fontos, hát a régi ember nem ismert mást, csak szezonalitást. Úgyhogy tavasszal evett friss zöldet, nyáron evett gyümölcsöt, zöldséget, mindent, ősszel betakarították a krumplit, és télen ették a krumplit, meg a céklát, meg a gyökérzöldségeket, szóval ami volt. És mindig mindenki azt ette, ami éppen volt. És ez sokkal kevesebb környezetpusztítással járt, sokkal kevesebb pazarlással járt, tehát ilyen értelmetlenségeket, hogy januárban paradicsomot vásárolni, ez senkinek föl sem merült, nem nagyon volt, nyilván nem volt, viszont le lehetett kapni a polcról egy üvegeltett paradicsomot, mert az meg volt. Mert hogy a házi tartósítás az sokkal inkább volt, és az emberek erre szántak időt, meg energiát, és akkor az nagyon jó volt, hogy le lehetett venni a polcról azt a lecsót vagy paradicsomot. Úgyhogy ez egy nagyon fontos különbség, hogy józan ésszel éltek az emberek, és nem volt egy ennyire energiazabáló, és ennyire az ételt tárgyként kezelő mentalitás. És ez is egy nagyon fontos különbség, ami ugyan ezekből a szakácskönyvekből kifejtve nem derül ki, de azért mégis érződik benne az ennivalónak a tisztelete, meg a mögötte álló embernek a megbecsülése. Szóval ez is egy óriási különbség, és egy nagyon fontos dolog, amit szerintem most, hogy a nyakunkban van ez a rettentő állapot, amiben vagyunk, hogy borzasztó drágaság van, hogy nem lehet pazarolni se az ennivalót, se az energiát, hogy vissza kell térni, egy csomó mindenbe vissza kell térni az öregek tudásához. Hát szerintem ezek a régi szakácskönyvek nagyon sokat segíthetnek abba, hogy az ember ezt újra tanulja. Vagy akár a bencések, akik ezt sose felejtették el.
A receptgyűjteményeknél megemlíti, hogy ezekből a receptekből már nem lehet betű szerint főzni, és néhány recept a mai háziasszonyok számára lehet, hogy bizarr is lehet, például ami úgy kezdődik, hogy ölj le három fiatal kappant, de ennek ellenére ön kipróbált közülük valamilyen receptet? Persze, én több mindent kipróbáltam ezekből, és ezeket a szakácskönyveket ihletforrásnak lehet használni. De ezek tényleg nem arra valók, mint az oktató videó, hogy az ember kövesse vakon azt, ami ott történik. De hát a régi anyák meg a régi lányok, akik főzni tanultak, azok se úgy tanultak, hogy most akkor gramra. Hát persze bizonyos süteményeknél ott nem lehet eltérni, de a sütemény az más, mert az vegyészet. De a normális főzés az mindig is egy ilyen kreatív dolog volt, és mindig is ez volt, hogy hát gondolom formán, meg tegyél bele, hát amennyit felvesz, meg majd fogod érezni, hogy annak a tésztának, hát olyan legyen, mint a kalácsé. Ugye van itt olyan receptem, hogy gyúrd meg a tésztát lágyabban, mint kalácsnak. De egy fia kalács recept nincs a könyvben, mert ezt a 16 éves Nina séróból tudta, hogy kell, milyen állaga van egy kalácsnak. Tehát nem a régi szakácskönyvek használatához, egy minimális főzési tudásra, egy valamennyi háziasszonyi gyakorlatra természetesen szükség van. De hát ezt a gyakorlatot, ezt mindenkinek el kell sajátítani, ezt nem lehet elkerülni. A szakácskönyvírás a női önmegvalósítás, önmegmutatás, önértékelés fontos műfaja. Fogalmazott előadásában Sali Noémi, amelynek részesei lehetnek magazin műsorunkban. Szó esik az egyházi gasztró néven emlegetett részben a böjti ételekről, az apácák történetéről, tevékenységéről, egy 1629-es káposzta receptről. Sali Noémi rávilágít a szakácskönyv és a receptgyűjtemény közti különbségekre, és azt is megtudhatják nézőink, milyen is a görbe tojás.